Nem, most már ott a Reflection-ban megirigyelték a jót, most már Icarus, meg Renegade, meg ilyen csicskapólókat is lehet kapni, tehát kutyának nem kell valószínűleg. Nem látok rá konkrétan az eladásokra, de szerintem azért úgy... Nagyon John Cena-t talán azért nem überelem. Tehát nagyjából olyan a korszak, amit töltögetünk is fel a Harvestingre folyamatosan, ami kurva jó volt. Alapvetően nem tudom szabad egy tálunkat, mire remélem nem. Akkor nem akartam. Szóval az attitúd korszak volt az, ami igazából a bankráció aranykora volt, ahol ezt így lehetett hírni. Amikor gyakorlatilag minden héten, minden egyes heti adásban történt valami, és szó szerint olyanok voltak az adások, hogy nem tudtál kimenni pisálni alatta. Még egy átlagos műsornál, amit nézel, ugye anyázol a reklámszünetbe, hogy miért van a reklám, cseszték meg magukat. Itt kifejezetten örültél annak, hogy reklám van, meg végre ki tudtál menni 2 percre, mert maga az adás az olyan volt, hogyha bárhol 1 percet kivettél belőle, akkor már lemaradtál valamiről. Mindannyian adott dolgozunk, hogy ez egy nap sikerüljön. Mert ez könnyebben menne, hogyha csinálhatnánk azt, amilyet élünk, az utat, amit kijelöltünk magunknak. És nem pedig arról szól folyamatosan az egész, hogy a Rolandokat, meg a Renegédeket, meg társaikat kerülgetni kell, meg az ostoba véleményüket. Aha, most ülem. Én a Renegédre gondolok. Az más kérdés, hogy most nekem a személyes véleményem megvan róla, meg nem igazán kedveljük egymást, de ez egy másik lapra tartozik. A szakmai szempontból én azt mondom, hogy a legjobban, aki megérett a televízióra egy prezentációt, hogy bepakoljuk az egész világ elé, 2 Mónika sok közé, az a Renegade. Én szerintem azóta egyébként már bánja a dolgot, hogy nemet mondott, mert sokkal jobb helyen lenne. Valószínűleg már bajnok lenne most arra. Renegade? Hát ezt nem csodálom. Kielégedett jelenlegi csapattársaival. Kielégedett Icarusszal. Hogy ez a Big Gear-tes, az a Big Gear után volt, igazad van. Abszolút, akkor viszont másképp válaszolok a kérdésre, hogy ahogy az elmúlt fél évben, másfél évben, amióta te és én tulajdonképpen üzlettársak vagyunk, hogy általában egyetértünk a dolgokba. Hogy mi hogy legyen, én úgy érzem, hogy van köztünk megfelelő bizalom, én megbízom benned, bízom benne, hogy te is megbízol bennem, hogy ez egy magyar mondat volt ez. Tehát azt, nekem is tele van a tököm, hogy ezt az embert kerülgetni kell, meg az idiótaságait. Nem hinném, hogy ő júniusban nyerni fog. Esélytelen. Föltett mindent, amit akart, mert most marhára kinyílt a picsa egy csipája. Azzal kapcsolatban, hogy ő most kidobta a PG-ja a Big Gear-tet, jaj, de jó, Gear gondolom nem volt már rúgva hátul, azóta már járni alig tudott. PG-re sikerült valahogy kidobni, erre csak kapott egy nagy arcot a László Roland, akkor csináljunk egy 5-5 elleni meccset, azt jó napot kívánok, csináljunk. Én benne vagy, ezt megoldjuk. Én nagyon akarom, még dózert is összeállítom magam mellé. Hozol valami Békés Csabáról, ami elintéz mindent. Biztos, hogy vinni fogok valamit Békés Csabáról. Valami ötegyben meg fogjuk nyerni ezt a meccset. Ha másztam, akkor egy 2-es betűrolját fogunk játszani. És ki kell préselni egymást a kertet szulukainhoz, hogy nyerjen valaki mindegy, de valahogy megcsinálj. Van spam foldered a telefonon? Irányítsa bele a kéretlen levelek közé nyugodtak. Megvan a maga a kis specialitás a Békés Csabának a kolbász, ugye a szerencsére. Sok ilyen Szegednek, meg a Lászlóról, ja igen, mondjuk eléggé kukatos, de... Akartam volna valami motiválóbbat mondani Szegedről, de hát megelőztél, na mindegy. Nem tudom, ezen gondolkodtam, de...
fényik a hajukra, a szakállával együtt, na mindegy. Remélem, lesz volna fény. Én azt vettem egyébként itt észre, hogy itt volt az előbb a László trollan, mert ugye hallottam, hogy beszélgettetek, de amikor én jöttem adásba, ő hirtelen nem hirtelen, tehát ő eltűnt. Hát ő kínosan vigyáz arra, hogy ő is ne kerüljünk egyszerre adásba. Isten a tanom, hogy ez a talán a tavalyi dicsőség napja gála volt, ha jól emlékszem. Mikor mentem boringbe az adás elején, hogy okay, baromságot csináltam. Idejövök. Nyújtom a kezemet Hollandnak, és elnézést kérek. Na hát ezzel belül a pofám vert. Innentől fogva ott ásta magát el ez a szőrös állat egy életre előttem. Nem kérek belőle többet. Nem, egy rozé bort iszok, ennyit elárulok jelen pillanatban. Rossz típusú bort, a márkáját nem szeretném, hogy bárkinek problémája legyen, mert még jön valaki az ebbe is beleköt a Hollandi Szegedéből. Nem szegedi bort, persze. Nem tudom, mi van, szerintem a kenderi ültetvénye van, azt szoktam nyomogatni, mielőtt jön a gálára. Neki, hogy nem akarok egy nagyképű köcsögnek kinézni, de 15 éve csinálom ezt a bizniszt, így vagy úgy. Pont most fogok eltűnni, de miért lehet venni? Ez egy nagyon jó kérdés, és nekem van is egy tippem rá. Ezt nem is a régen a Facebookra felpusztoltam, aki esetleg fel van iratkozva a kis csatornámra. A VVE annak idején Vince McMahon csinált egy nagyon jó kezdeményezést. Hogyha emlékeznek a ringok, ez volt a Kiss Myers Club. Így van, így van. Tehát én úgy gondolom, hogy az előbb is mondtam, hogy azért Renegade-ről, mint Pankrátorról alapvetően nincs nekem rossz véleményem. A más kérdés, hogy azok után, amit csináltak, hogy pofárugott engem másfél hónappal ezelőtt, hát meg kell dolgozzom majd azért.